Üdvözlök mindenkit ezen a szekción. Egy nem túl nagy, de vidám kis társaság gyűlt ma itt össze, hogy megbeszéljük a bizonyíték alapú drogpolitikáról fogunk ma beszélgetni. A szekció alaptémáját az adta meg, hogy a főváros néhány évvel ezelőtt létrehozott egy budapesti kábítószerű jegyeztető fórumot, BKF-et. Ez gyakorlatilag önmagában az, hogy létrejött egy ilyen fővárosi KEF, mert ugye kerületi szinten a fővárosnak már voltak korábban KEF-ei. Ez egy hosszú éves civil aktivizmusnak és hát lobbizásnak az eredménye volt. A 2019-es önkormányzati választások kapcsán a KCKT, kábítószerügyi civil koordinációs testület elküldött egy levelet az összes jelölthöz, amiben arra kértük őket, hogy formálják teljesen újra a fővárosnak a drogpolitikáját, legyen végre fővárosi drogstratégia, ugye Budapesten soha nem volt még fővárosi drogstratégia, holott a európai nagyvárosok 90%-ában van városi drogpolitika, vagy városi drogstratégia. Szerettük volna, hogyha korábban elsősorban rendőrség által dominált budapesti KEF-et, amit még a Tarlós István alatt hoztak létre, ezt alakítsák át úgy, hogy dúsítsák föl civil szakemberekkel, és hát valamiféle költségvetést is hozza létre a főváros erre. Ebből a három célból végül kettő az viszonylag sikeres lett, tehát lett budapesti KEF, lett fővárosi drogstratégia, viszont a harmadik célkitűzésünk az még in progress, hogy úgy mondjam. Tehát ott még vannak ugye olyan viszonylag kis források, amiket a főváros elérhetővé tett, amiket reméljük, hogy majd szépen, szép lassan növelni fogunk, de ezen a területen azért még van mit elérni. És hát amiért azt gondoltuk, hogy ez egy fontos téma erről beszélni, az az, hogy kicsiben amit most a fővárosban csináltunk, az egyfajta példát mutat arra, hogy országos szinten hogyan kellene működnie a bizonyítékok által informált drogpolitika kialakításának. Tehát volt egy helyzetértékelő kutatás, amiben felmértük a fővárosi droghelyzetet, illetve különféle szereplőknek a percepcióit, és utána erre a vizsgálatra épült rá a drogstratégia, amit 2023. decemberében fogadott el a fővárosnak a közgyűlése, és a megvalósításban is elég széleskörűen be van vonva a szakma és a civil társadalom. Tehát mivel ugye nincs nemzeti drogstratégiánk, ezért azt gondoltuk, hogy legalább a főváros szintjén ezt érdemes bemutatni, hogy hogyan kellene, hogy működjön a drogpolitika csinálás és végrehajtás. A mai szekcióban négy előadást fogtok hallani. Ahhoz strukturáltunk, hogy hogyan is nézett ki maga a helyzetfelmérő vizsgálat. Az első előadást az a drogspecifikus fővárosi ellátások feltérképezéséről, a tevékenységei leírásáról, egyfajta ellátási kataszternek a felállításáról szól. A második az a drogspecifikus ellátást végző szakembereknek a problémákról kialakított felfogásáról szól. A harmadik az pedig azokat a szakembereket kérdeztem, akik nem addikció területen dolgoznak, hogy ők hogyan látják a fővárosi drogproblémát, és negyedszerre pedig, de nem utolsó sorban, a főváros részéről Csák Róbert el fogja azt mondani, hogy ezt a helyzetértékelést hogyan követte a stratégia megalkotása, és hogyan megy most a végrehajtása ennek a stratégiának. Én nem is húzom tovább az időt, hanem átadom a szót az első előadónknak, Paksi Borbálának. Mint Péter is mondta, ugye többféle vizsgálat készült a drogstratégia megalapozására. Ezeket a vizsgálatsorozatot, ezt a vizsgálatsorozatot a MAT koordinálta a fővárosi önkormányzat felkérésére, és nagyon sok szakember vett részt. Most itt csak egy pici szegmensét fogjuk bemutatni ezeknek a vizsgálatoknak, tekintettel arra, hogy két lépésben történtek ezeknek az adatoknak a bemutatása a fővárosi drogstratégia adatigényeire fókuszálva. Egyrészt már meglévő vizsgálati adatokat
feladatokat feldolgoztunk, újra elemeztünk célzottan. Ezeket itt most nem mutatjuk be, mert kevésbé újdonság erejűek, hanem csak azokat a vizsgálatokat mutatjuk be, amik új információkkal szolgáltak, amik kifejezetten ezért készültek. Az egyik ilyen a fővárosi drogspecifikus ellátások feltérképezésére irányult. Itt ezt az előadást ugye mi most Péterfi Annával és Eisinger Andival jegyezzük, de sokkal szélesebb kutatóközösség dolgozott mindegyik kutatásban. Ebben a kutatásban is még rajtunk kívül részt vett Arnold Petra, Kapitány Fövény Máté és Nyíri Noémi kollégák is. Jó. Hát talán akkor ezt nem kell ragoznunk itt már az előzmények, meg a felvezetés ismeretében, hogy ugye egy tényalapú stratégia létrehozásához muszáj információkkal rendelkeznünk. Nem Budapest a drogstratégia elkészítésének időpillanatában nem rendelkezett egy csomó információval, ami szükséges ugye a stratégia tényalapúságának a biztosításához. Ezért történtek ezek a kutatások. Ennek a kutatásnak konkrétan a célja a fővárosi drogstratégia kidolgozása során az ellátás fejlesztéssel kapcsolatos tervezési feladatok tényalapúságának erősítése volt. Jelen előadásban ebből csak, igen, most már tényleg érződik, hogy bekapcsolódom, csak néhány adatot fogok ebből bemutatni. A kutatás célcsoportjának meghatározását látjátok itt. Ez a nagyon hosszú definíció arról szól, hogy minden Budapesten jelenleg is működő intézményesült ellátási tevékenységet próbáltunk azonosítani, amelyek a közvetlenül nyújtanak szolgáltatást, beleértve az ártalom csökkentő szolgáltatást és a tiltott szer, illetve az addiktológiai problémákkal küzdő személyek számára. Ide nem értettük bele az alkohol, nikotin és koffein problémákkal küzdő, milyen problémákkal küzdő, csak ezekkel küzdő személyeket. A definíció alapján 20 különböző ellátástípust azonosítottunk, amire kiterjedt az adatgyűjtés, ezeknek a felsorolását látjátok itt, tehát hogy az eltereléstől kezdve a járóbeteg ellátás, fekvőbeteg ellátás tovább irányítás, itt olvashatjátok ezt a 20 ellátástípust, amiről fogunk beszélni, és amit a kutatás során vizsgáltuk. A kutatás az teljes körűségre törekedett, tehát próbáltuk összegyűjteni az összes budapesti ellátót, ez ugye miután nincs ilyen egységes adatbázis, hogy honnan tud ezekről az ellátókról, ezért különböző más adatbázisokban való informálódás, azok komparatív elemzése révén állítottuk össze a kiinduló adatbázisunkat, és 12 információs forrást használtunk itt, az ellátáskereső portáltól, a fókuszpont ellátáskereső portáljától kezdve egészen a COVID alatt elérhető ellátásokig, ami a Sárosiéknak a honlapján volt elérhető. Mindenhol áttekintettük a rendelkezésre álló információkat, és hogy egyáltalán kik jöhetnek szóba. Itt az adatok komparatív elemzése alapján 73 szervezetet azonosítottunk, ami elképzelhető, hogy a kutatások célcsoportjába tartozik, és őket kerestünk meg, ezt a 73 szervezetet. Ebből a 73 szervezetből 57 szervezet volt az, aki megnyitotta a kutatás adatgyűjtő felületét, tehát a maradék 16 szervezetet nem értük el, róluk nem tudunk információkat. A megnyitó 57 szervezet nem mindegyike tartozott a célcsoportunkba, tehát nem nyújtott közvetlen a droghasználó populáció számára szolgáltatást, azoknak a kritériumoknak megfelelő szolgáltatást, amit ugye az előbb bemutattam. 37 szervezet tartozott a kutatás célcsoportjába. Nem ők képezték az adatfelvételi egységet, nem ezek a szervezetek, hanem úgynevezett ellátási egységek képezték az adatgyűjtési egységeiket a kutatás során. Ez annyiban különbözik igazából a szervezettől, hogy nem feltétlen kellett neki önálló jogi személynek lenni. Ugyanakkor feltétele volt, hogy egy telephelyen működjön, és saját szakembergárdával, saját ellátási filozófiával rendelkező szervezettől.
szervezeti egység legyen, ezeket tekintettük ellátási egységeknek. Ennél a 37 szervezetnél, akit azonosítottunk, hogy a kutatás csoportjában tartozó tevékenységet végez, ebben 51 ilyen ellátási egységet sikerült azonosítanunk. Szervezeti formájukat tekintve ezek nagy része civil szervezet, 73%-uk non-profit szervezet volt, volt köztük 4 állami, 3 kormányzati és 2 for-profit szervezet. Fő tevékenységüket tekintve 57% esetében elsődlegesen szenvedély betegségekre irányuló szolgáltatást nyújtottak, 40%-uk kifejezetten drogspecifikus ellátást nyújtott, tehát az adatgyűjtés tárgyát képező tevékenység volt a fő tevékenysége, és másik 40%-uk pedig egyéb szociális vagy egészségügyi ellátás területén dolgozott. Ez az adatfelvétel, vagy a adatgyűjtés 23 tavaszán, február-március hónapban történt. Az adatgyűjtéshez létrehoztunk egy... Kati, sokszor mondtam, hogy én rosszul csinálom ezt a beszéd dolgot, de... Köszönöm szépen. Tehát létrehoztunk egy online adatgyűjtő felületet, amit úgy hívtunk, hogy DREC Budapest, drogspecifikus ellátási kataszter, ennek a rövidítése volt ez a DREC, és aztán SPSS-ben kvantitatív elemzéseket végeztünk. Ezt a, erre a 8 fő témakörre terült ki a kutatás, ugye itt szervezeti információktól kezdve a nyitvatartásig, az ellátási egység finanszírozásáig, a dolgozó szakembergárdáig mindenféle adatot vettünk föl a konkrét ellátási tevékenységre, illetve a célcsoportra vonatkozó információk mellett. Én most ezt a sokféle információt nem fogom bemutatni, kizárólag az ellátási egységek tevékenységét, és ebből mutatok néhány dolgot, és az ellátási egységek célcsoportja kliens adataiból fogok mutatni, nem minthogyha a drogstratégia készítéséhez nem lennének jelentős információk azok, amik a szakemberekről szólnak például, szakember összetételről szólnak, de ezekre én most itt nem fogok kitérni. Jöjjenek akkor az eredmények, a különböző ellátástípusok hozzáférhetőségét láthatjuk ezen a dián. Ugye láttuk, hogy 20 féle ellátástípust vizsgáltunk. Ezek közül az ellátási egységek többségében 21 helyen elérhető volt továbbirányítási ellátásba kísérési szolgáltatás. Minden harmadik, negyedik helyen volt elérhető egészségügyi járóbeteg ellátás, megkereső szolgáltatás, valamilyen megkereső szolgáltatás, önsegítő csoport, közösségi szenvedélybeteg ellátás, drop-in szolgáltatás tücsere nélkül, de, tehát hogy itt nem volt kritérium a tücsere, bevétele, elterelés, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelési formája. Néhány helyen, Budapesten mindössze 3-5 helyen fordultak elő, telefonsegély szolgáltatás, vagy egyéb reintegrációs, szocializációs szolgáltatás. Tücsere is, ugye a más ártalomcsökkentő szolgáltatásokhoz képest jobban ritkább volt, ugye ez is csak 3-5-ször fordult elő. Elterelés, kábítószer használatot kezelő, más ellátás, nem MFS keretében sorolható eleme is 3-5 helyen volt, vagy néhány helyen volt csak elérhető, fekvőbeteg kórházi ellátás és interaktív online kezelő programmal. Hát ott két helyen találkoztunk, de azért inkább ebbe a kategóriába soroltam be, mert az utolsó kategóriába azok voltak, ahol csak egy helyen volt elérhető szolgáltatás. Ilyen volt a megismert ellátási egységek közül a drogterápiás intézeti elhelyezés, a opioid antagonista kezelés, támogatott lakhatás és védett munkahely. Talán fontos, hogy egyáltalán nincs Budapesten félutasház, szakemberek körében közreműködése nélkül zajló
automatizált szolgáltatás, ilyennel nem találkoztunk a megismert szolgáltatások között. Ugye ezek, amiket itt most elmondtam, ezek közvetlenül a drogfogyasztó kliensekre irányuló ellátástípusok elérhetőségi információi voltak. Ezen kívül vizsgáltuk azt is, hogy van-e valamilyen a szerhasználókat közvetetten megcélzó szolgáltatása az adott ellátási egységben. 22 ellátási egység jelezte, tehát nagyon sok, ugye, tehát az ellátási egységek többsége jelezte, hogy valamilyen a szerhasználókat közvetetten megcélzó szolgáltatás elérhető náluk, a leginkább a hozzátartozói tanácsadás volt elérhető, de 6 ellátási egységben volt családterápia, és 6 ellátási egységben más típusú közvetetten megcélzó szolgáltatás. Itt inkább ugye nem azok a közvetett szolgáltatások voltak, amik másokra irányultak, hanem ilyen közösségépítő és ilyen típusú szolgáltatások, tehát hogy nem hozzátartozói szolgáltatások feltétlenül. A különböző addiktológiai problémákkal rendelkező kliensek számára különböző mértékben elérhetők szolgáltatások. Látjuk, hogy az alkoholfogyasztás, tiltott drogfogyasztással szinte ugye mindenki foglalkozott, visszaélésszerű gyógyszer használattal és egyéb legális drogok fogyasztásával is sokan foglalkoztak még. Viselkedés és addikciók közül a szerencsejáték használókra irányuló szolgáltatás az, ami leginkább előfordul, a többi már ritkább. Itt ugye azt látjuk, hogy a különböző szerhasználói csoportokat mennyire célozzák meg. Látjuk, hogy főleg a kannabisz és amfetamin szípusú szerhasználókat, meg a designer szerhasználókat célozzák meg, és a különböző speciális csoportokba tartozó kliensek közül pedig a nőknek és a nők számára és a mentális és drog problémával is rendelkező kliensek számára. Alapproblémaként természetesen tiltott szerhasználata jelentkező, de ezekben a csoportokban sorolható kliensek számára nyújtanak szolgáltatásokat. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy azok, akik nyújtanak ezek számára, a csoportok számára szolgáltatásokat, ők speciális szolgáltatásokat nyújtanak-e. És hát láthatjuk, hogy nem feltétlenül nyújtanak speciális szolgáltatásokat ezeknek a célcsoportoknak, annak ellenére, hogy jelen vannak ezek a célcsoportok az ő klienskörükbe, akár jelentékeny mértékben is. És azt láthatjuk, hogy azért ilyen fele, egyharmada az intézményeknek nem is érzékel speciális szükségleteket a különböző klienscsoportok esetében, ahol a legnagyobb arányban felismert és speciális szolgáltatások, ami megcélzott csoportokat látunk, ugye azok néhány viselkedéses addikció, az alkoholfogyasztás, problémák, illetve a speciális csoportok között a serdülőknek nyújtott szolgáltatások, azok, akik felismerik a szolgáltatók a speciális szükségleteket, és nyújtanak ilyeneket. Itt egy tendenciát látunk, de azt látjuk, hogy ugye mindenütt csökken. Megkérdeztük azt, hogy az ellátási egységben milyen volt a kilenc forgalma 22-ben, és az előző 5 évben átlagosan. Itt ugye az előző 5 évet pirossal jelöltük, a 22-t szürkével jelöltük, a 22-t pirossal, és hát láthatjuk, hogy a piros oszlopok azok rendre alacsonyabbak. Az elmúlt 5 évben egy átlagos évhez képest 22-ben a fővárosban olyan egyharmaddal csökkent az ellátási kapacitás gyakorlatilag. Ez intézményekre lebontva, ellátási egységekre bontva, és körülbelül ezt az arányt tapasztaljuk, és összességében is. Főleg ezek a fontos adatai, azt hiszem, ennek a kutatásnak, hiszen nem értünk el minden szolgáltatót. Volt olyan szolgáltató, aki nagy szolgáltató, de ebben a szűk időablakban, amíg mi az adatokat gyűjtöttük, nem tudtuk őket elérni, viszont a tendenciák ettől még validak. Akiket elértünk, mindenütt csökkenést tapasztaltunk. Hogyha ugye nem a ellátási egységenként nézzük a tendenciákat, hanem ellátás típusonként, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb kliensforgalmú csökkenés a megkereső szolgáltatások esetében volt, közel 60%-os. Legalább
egynegyeddel csökkent a kliensellátás volumen, a fekvőbeteg ellátás kórházi osztályon, nyújtó kórházi osztályokon, az egyéb reintegrációs, reszocializációs ellátásban, a drop-in szolgáltatásokban, ügycsere nélkül, valamint az elterelés keretében végzett kábítószer használatot megelőző más nem függőség szolgáltat ellátásban. Ugyanakkor egyetlen ellátástípusban sem mutatkozott érdemi 10%-ot meghaladó növekedés 22-ben az elmúlt 5 évhez képest. A különböző szerhasználati csoportokban jelentkező tendenciák közül egyrészt azt mondhatjuk, hogy elsődlegesen a tiltott drogok fogyasztása miatt ellátott ugye legnagyobb létszámú klienscsoport létszáma 1/4 évvel csökkent, legnagyobb csökkenés az elsődlegesen cannabis fogyasztók számára, illetve a hallucinogéneket fogyasztó kliensek esetében volt tapasztalható. Érdekes módon két csoportban növekedést tapasztaltuk, egyrészt a visszaélésszerű gyógyszerhasználati szokásokkal jelentkező kliensek elsődlegesen ezzel, illetve legális drogok fogyasztásával jelentkező kliensek esetében itt ugye növekedett ennek az ellátott csoportnak a nagysága kétszeresére, két és félszeresére. Speciális kliencsoportok többségében több mint 10%-kal csökkent az ellátás volumene, legnagyobb csökkenés a 16 év alatti gyerekek és sebzőbek ellátásában volt tapasztalható, és nagyon köszönöm a figyelmet.